A száj megformázását mindig alapos szájápolással, hidratálással kezdjük. Ha úgy érezzük, hogy ajkaink szárazak és cserepesek, akkor használjunk arcradírt a felület simává és puhává tételére, majd krémezzük be. Ezután lealapozom a szájat és a környékét, hogy a színe eltűnjön. Ezzel előkészítem a területet az új formázáshoz. Az alapozót mindig, most is púderrel fixálom. Ezt követően megrajzolom az ajak formáját, ívét olyan színű ceruzával, amilyen a rúzs lesz. Ha nincs megegyező színű ceruzám, akkor natúr színű ceruzát választok. Az egész ajkat besatírozom a ceruzával, és az egészet újra fixálom púderrel. Így tartós lesz és élethű. Olyan, mintha a szánk valóban ilyen lenne. Figyeljünk arra, hogy nagy túlzásokba ne essünk a nagyítás terén, mert azt mindenki észre fogja venni. Végül felviszem a kiválasztott rúst az új szájforma egész területére, és erős, áttetsző fénnyel tovább nagyítom és dúsítom.